Eden, a Halloween az a minden szentek, az egy hatalmas ünnep. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe. Ha már ilyen sokan írtátok, akkor utána néztem a Bibliába egy kicsit a minden szenteknek. Tehát minden szentek a Bibliában jelenések könyve 22. fejezetének a 18. és a 19. verse. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, mindenkinek, aki e könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, figyelj, ha ezekhez valaki hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. 19. vers, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből az Isten annak részét eltörli az életkönyvéből és a szent városból és azokból, amiket könyvben megírattak. Tehát elég érthető, ugye? Ha valaki elvesz, Ebből a könyvből, vagy hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra. Drágaim, Eden mondja ezt, Eden rácsapott a hasára, és azt mondja, hogy ezt írja a Bibliában. Kérlek, olvassátok el. Mindenki magának. És járjatok utána a dolgoknak. Wikipédia minden szentek. A minden szentek, vagy minden szentek napja a keresztények ünnepe. Már itt csuklik a dolog, mert nem Isten ünnepe, hanem a keresztények ünnepe. Vagyis már itt ki lehet olvasni, hogy emberi találmány. Emberi által kitalált ünnep. Az üdvözült lelkek emléknapja, mert a katolikus keresztény világ november 1-én tart. Az üdvözült lelkek emléknapja? Milyen üdvözült lelkeké? Egyetlen egy ige verset valaki írjon be, hogy vannak üdvözült lelkek. És abban a pillanatban én is november 1-én kint leszek gyertyát gyújtani. Szeretném én is veletek együtt ünnepelni ezt az ünnepet, ha tényleg biblikus. Amit a Biblia ír a következő. Prédikátor könyve 9. Fel a hetedik verse. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, az élők, de figyeltek, kérlek szépen, könyörgök nektek. Mert az élők tudják, hogy meghalnak, de a halottak semmit nem tudnak, és ezoknak semmi jutalmuk nincs többé, mivel hogy emlékezetük elfelejtetett. Tehát a nagyvilág azt mondja ünnep, a Biblia azt mondja halottak, elfelejtetnek. Bocsánat, most én elveszek, vagy hozzáteszek a Bibliához, vagy felolvasok annak lapjairól. Amit a Wikipédián olvasunk, hozzátevés a Bibliához, vagy elvevés abból, vagy mindkettő. Na de menjünk tovább. Amíg élők a küzdő egyházat, a már meghalt és tisztító tűzben bűnhődők a szenvedő egyházat, az üldözöttek pedig a diadalmas egyházat képviselik. Még egyszer megkérek nagyon szépen mindenkit most ez a videó után vagy én fogom ünnepelni a minden szenteket, vagy ti nem még ünnepeljétek. Ne vegyetek részt ilyenekben. Ne higgyetek azoknak az embereknek, akik ezeket megírták. Mert Isten haragját szabadítjátok magatokra. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először a megemlékezés napjaként. Itt még van egy pár leírás, és akkor itt jön még egy mondat, a hagyomány szerint egyetemes ünnepé negyedik Gergely pápa tette. Tehát ez a szent pápa, meg az a szent pápa a szent ünnepé nyilvánítja, hozzátesz a Bibliához, és kitalál egy olyan ünnepet, amiben mi mindnyáján részt veszünk, és soha fel se tesszük azt a kérdést, hogy vajon biblikus-e az, amit cselekszünk. Kérlek szépen, sőt, könyörgök nektek. Máté Evangélium a 7. fejezetének a 21. versétől arra fele. Nem minden, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, és nem cselekedtünk ki sok hatalmas dolgot a te nevedben, és akkor vallást teszek majd nékik sohasem sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Illike ide ez az ige vers. Máté 15, 8 és 9. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, figyelj, olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Hiába tisztelnek engem. Itt is látjuk, hogy Jézus, amikor a földön járt, elvetett minden emberi hozzátevést a Bibliához. A zsidók is kitaláltak mindent, csak azt ne tartsák, amit Isten mond nekik. Most is a kereszténység kitalál mindent, csak ne úgy tartsa, ahogy Isten mondja. De hogy várjuk így az üdvösségünket? Hogy várjuk azt, hogy jöjjön Jézus, és azt mondja nekünk, hogy hű szolga, Gyere velem, hűszolgák vagyunk, hogyha emberi palancsolatokra hallgatunk. A dolgok egyszerűek. Isten arra kéri az ő népét, tartsd meg azt, amit mondtam, és semmit abból, amit nem. El ne vegyél a szentírás lapjaiból, és hozzá se tegyél. Ha ezt így megtartjuk, jogunk lehet az életre egykor a mennyországban. De hogyha most a földön emberi parancsolatokat tartunk, akkor nem kérhetjük Istentől, hogy felvigyen a mennyországba mennünket. Gondoljuk meg ma, hogy Isten szavának, vagy az emberi hagyatkozunk. Utószóként pedig a Korintus beliekhez írt levél második felzetének a 12. és 13. verse. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istentől való lelket, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szentlélek tanít, lelkiekhez, lelkieket szabván. Drágáim, mondhatja nektek ezer szent, egymillió millió pápa, egy-két-három milliárd keresztény, hogy minden szenteket kell ünnepelni, ha a szentírás azt mondja, hogy nem, azaz Isten szava azt mondja, hogy nem, mert nem gyönyörködik az Isten azokban az ünnepekben, amit ember talált ki, akkor ti azt mondjátok, hogy ettől a mai naptól nem cselekszem azt, mert én nem emberektől akarok tanulni, hanem Isten szent lelkétől. Drágáim, én kívánom mindjártok, hogy fontoljátok meg ezeket a dolgokat, és döntsetek Isten mellett a mai napon. Ő az igazi szent, őről leemlékezzünk meg november elsején, és az év minden napján. Nem egy sír mellett, ahol csak néhány csont van, nem egy égő gyertya mellett, vagy egy vázába tett virág mellett, hanem Jézus Krisztus lábai mellett.